Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, ez itt a Hely Nagy Körös Podcast, folytatjuk immár a 11. részen. Itt van velem állandó beszélgető partnerem, Holló Róbert, a Rádió 1 Gong műsorvezetője, remélem jól mondtam a nevet. Tökéletes, mind a kettő stimmel, üdvözlöm a hallgatókat. És nagyon sok szeretettel köszöntjük mai vendégünket, Török Csaba rendőrezredes urat, a nagykörösi rendőrkapitányság vezetőjét. Itt is rendben voltak a titulusok? Igen, teljesen, és nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát kapitány úr, kezdjük egy kis időutazással. A sokan tudjuk, hogy Cegléden voltál rendőrkapitány, és Ceglédről kerültél, igazoltál át nagykörösre. Mi volt ennek az átigazolásnak az oka? Jó, tudom, erre egy igen egyszerű a magyarázat. Hát egy éve vagyok egyébként itt, most február 1-én lesz egy éve, és hát sokszor mondom a kollégáimnak, hogy nagyon jól érzem magam, és az életem egyik legnagyobb lehetősége volt, hogy ide kerülhettem. Egyébként az ok az az volt, hogy a rendőrkapitányi beosztásban a jogszabályok alapján 5 évre nevezik ki a vezetőt, és ezt egy alkalommal lehet 5 évvel meghosszabbítani. Hát én 2012-ben kezdtem a rendőrkapitányi munkát Cegléden, és hát ez a 10 év lejárt, és hát kellett hozni valamilyen döntést, és hát a főkapitány úr úgy látta, hogy a korábbi munkámnak az eredménye alapján szeretné, hogyha ezt a pályát tovább folytatnám, és lakójelmhez közel itt Nagykörösön kaptam újba lehetőséget arra, hogy úgymond a főnökeimnek, a vezetőknek a, hát az elismerését azt megszolgáljam, illetve nyilván a lakosságnak a bizalmát is. És milyen tapasztalataid vannak eddig a városról, milyen volt a fogadtatás? Hát, ahogy mondtam, február 1-ével már egy év van mögöttem, és hát nyilván ez lehet sok is, kevés is. Azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív tapasztalatom van, és alapvetően abban, hogy egy teljesen más összetételű rendőrkapitányságot kell most irányítanom, hiszen egy jóval nagyobb kiterjedésű működési területi rendőrkapitányságról jöttem, jóval nagyobb létszámú állomány volt ott, és itt viszont van egy kis közösség, és hát most már 53 éves vagyok, és én azt gondolom, hogy az embernek egyre fontosabbak lesznek ezek az emberi dolgok, hogy egy közösségben valóban ne csak vezető legyél, hanem annak a közösségnek a tagja, és itt ezeket nagyon pozitívan meg tudom élni, és nagyon hálás vagyok egyébként a kollégáimnak. Mik egyébként az első feladatok, amikor mondjuk megérkezel egy új munkahelyre, nyilván volt egy megszokott munkamenet ott, és amikor ide kerültél, akkor mi voltak a legfontosabb feladatok, amiket el kellett végezni az elején? Én mindig azt vallom, hogy, és minden napomat úgy kezdem egyébként, hogy megszokásban nem lehet dolgozni, tehát mindig az adott feladatra kell koncentrálni, és hát nyilván, ahogy mondtam, más a rendőrkapitányság jellege. Abból adódóan, hogy kisebb létszámú, azért ez jelenti azt is, hogy sokkal egy adott kollégának sok esetben sokkal több feladatot kell ellátni. Ha valaki kiesik a munkából, elmegy betegállományba vagy szabadságra, akkor nehéz pótolni, és azért a napi munkavégzés az nagyságrendileg, vagy a jellegét tekintve ugyanaz, mint egy nagy kapitányságon. Tehát alapvetően az, hogy mivel kell az embernek foglalkozni, és milyen problémákat kell megoldani, nagyfokú azonosság van. És hát abból adódóan is nagyfokú azonosság van, hogy hát azért egy közös régióban dolgozunk, a társadalom összetettsége, a gazdasági mutatók, aztán a bűnözés jellege, ez nagyon nagy hasonlóságot ad, illetve hát a napi munkavégzésben fontos az együttműködés is, hiszen 15 kilométerre van a két kapitányság. Tehát amikor idejöttem, igazából azt lehet mondani, hogy sok olyan dolog volt, amit már korábban is ismertem, de nyilván az elsődleges feladata egy vezetőnek az, hogy megismerje azt, hogy hogyan működik itt azok a speciális dolgok, ami mondjuk a nagykörösi rendőrkapitányságra jellemző, milyen jellegű közbiztonsági kihívások vannak, mik azok, amiken esetleg új jellegű feladatok, mert hát nyilván azért a bűnözésnek a jellege is változik, tehát ebből adódóan változtatni kell a rendőrségi stratégián is, vagy jönnek új típusú elkövetési módszerek. Tehát alapvetően az embernek ezekkel kell tisztában lenni, hogy milyen jellegű munkát kell elvégezni, ahhoz milyen kapacitásod van, és mik azok a módszerek, amin mondjuk lehet változtatni, mert nyilván ez a kapitányság korábban is kiválóan működött nélkülem is, tehát abból adódóan egyébként, hogy
én úgy gondolom, kiváló szakemberek dolgoznak itt, tehát alapvetően nem az volt a feladat, hogy teljesen újraépíteni a rendszert, hanem a jó dolgokat tovább erősíteni, amit meg kell az új kívások mellett, azokat pedig rendszerbe állítani. Mindig egy hatalmas élmény egy rendőrkapitánnyal beszélni, úgy mondom, mint ha már csináltam volna, de ugye rengeteg, hát hogy is mondjam, városi legenda kering, és ugye előbb említetted az együttműködést például ugye a Cegléddel is. Igaz az, hogy néha cserélnek például, hogy itt ceglédi rendőrök dolgoznak Nagykörösön vagy fordítva, mert szokták mondani, hogy hú, most engem biztos a ceglédiek kaptak el, gyorshajtásra mondjuk. Igen, ez egyébként azt gondolom, hogy most a mai világban egy fontos dolog, hogy a rendelkezésre álló kapacitást, tehát ez ugyanaz, mint egy magánvállalkozás, hogy minél jobb szinten használjuk ki, és hát nyilván van olyan tartalom, mondjuk akár humán erőforrásban speciális felkészültségű rendőrök a másik kapitányságon, meg nálunk is, akik egyébként át tudnak menni a cegli területre, és akkor ezt vegyítjük, és akkor mondjuk egy közös akcióban ezt kihasználjuk. Tehát igyekszünk arra, hogy minél több esetben itt Nagykörösön is ez a fajta plusz ismeret vagy gyakorlat megjelenjen. Tehát alapvetően ezeknek a közös akcióknak egyrészt a hatékonyság fokozása, másik oldal pedig a speciális tudásnak kihasználása az, ami vezérel bennünket. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de ugye amikor megyek és látok egy rendőrautót esetleg az útszélén, vagy egy gyanús személygépkocsit, ami ott áll egy helyben az útszélén, akkor bármennyivel megyek, az első, hogy leveszem a gázról a lábam, és nézem, hogy mennyivel megyek, hogy vajon bemértek-e vagy nem. Általában egyébként nem szoktam gyorsan hajtani, de megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy igaz-e az a információ, hogy gyakorlatilag minden egyes rendőrségnek bizonyos hónapokba hozni kell egy X számú büntetést, magyarul bevételt kell produkálni. Te rosszul mondani, és nem azért, mert rendőrkapitány vagyok, és mondjuk ezt kívánja tőlem, ez úgymond városi legenda, tehát ennek a valósághoz semmi köze nincs. Nyilván folyamatosan minden hónapban, minden évben értékelik a munkánkat, és köszönöm egyébként a múlt évben is, hogy ezt az évértékelést itt ebbe a gyönyörű épületbe tartottuk meg, megfelelő körülmények között. Tehát alapvetően a rendőrséggel szemben az elvárások úgy szólnak, hogy a lakosság közbiztonsági igény, tehát van egy szubjektív közbiztonsági igény mindenki részéről, ezt nagyjából jó, hogyha tudjuk hozni, tehát biztonságban érzik magukat itt az emberek, este kimernek menni, sétálni, a gyereket elmerik engedni, stb. Tehát sorolhatnám, és alapvetően nekünk az a feladatunk, hogy ehhez járuljunk hozzá. Én mindig azt mondom, hogy ez a mi munkánk, ez nem egy katonai szolgálat, egy sorkatonai szolgálat, hogy hát ide kötelező bevonulni, és akkor nincs kedvünk ezt végezni. Nem találkozok egyébként ilyen gondolkodással, hogy pont meg kell szolgálnunk azt, hogy az adófizetők egyébként arra szánnak pénzt, hogy fenntartsanak egy állami rendőrséget, aki szolgálja egyébként ezt a célt. Tehát a bevétel, hogy most mi mennyit bírságolunk, az nem forintálisan kifejezendő. Tehát egyébként a rendőrség nem is kapja meg ezeket az összegeket, ez az államháztartásban megy. Tőlünk mindig azt várják el, tehát minden egyes ilyen értékelésnél, hogy minél kevesebb bűncselekmény legyen, a bűncselekményeket minél gyorsabban és minél hatékonyabban terítsük föl. Ha valakit egyébként egy bűncselekmény kapcsán kár ér, az a kár térüljön meg, és hát hogyha most a közlekedés biztonságot hozzuk ide, és mondjuk a sebességméréssel kapcsolatosan ezt a témát lehet feszegetni, akkor pedig az az elvárás, hogy minél kevesebben sérüljenek meg közlekedési balesetben, ne halljanak meg közlekedési balesetben emberek értelmetlenül, és hát ne legyen nekik mondjuk egy nagy anyagi káruk. Tehát a közlekedési kultúrához, és rossz lesz mondani, így tudunk hozzájárulni többek között, mert nyilván van egy ilyen megelőzési jellegű munkánk is, de sajnos mindaddig, amíg a sebesség, a gyors hajtás az megjelenik és jelentős problémát mutat a közlekedési baleseteknél, addig nekünk erre valamiféle hatékony megoldást kell adnunk, és hát többek között ez a rendszeres és hát nem kiszámítható sebességmérésekről szól, és hát pont a hétvégén volt egy olyan itt Nagykörösön egyébként, hogy személygépjárművel a járművezető ugyanazon az útszakaszon egy órán belül kétszer is gyorshajtást követett el. Elhaladta a sebességmérő gépkocsit
kocsi előtt majd öt szembe, akkor szintén gyorsan ment, de volt olyan felvétel is, ahol egyébként jelentős külterületi részen 90 km/h helyett 140-nel közlekedett a járművezető, ott, ahol egyébként korábban több halálos baleset is volt. És hozzáteszem, egyébként az elmúlt évben itt a járásban nem történt halálos baleset. Ez egy jó hír. Városi legendáknál maradva, milyen belső információt lehet arról nekünk nagykörösieknek tudni, hogy jelenleg a városnak hány sebességmérője van? De a rendőrkapitányságnak egy sebességmérő készüléke van. Nyilván ez itt, én azt gondolom, hogy szakmailag elégséges ahhoz, hogy egy jó szintű munkát végezzünk, de a visszatérve az együttműködésre, azért a főkapitányságnak jelentős számban van sebességmérő készüléke, tehát vannak olyan ellenőrzések is, ahol egyszerre egy nagyobb ellenőrzés során több sebességmérő készüléket is bevetünk. Sőt, ha indokolt lesz, akár itt az új szakaszok átadását követően van olyan gyakorlat is, hogy több sebességmérő adott útszakaszon mér, és hát általában az a gyakorlat, hogy a járművezetők villognak, jelzik, hogy itt egy sebességmérő van, és akkor utána hát addig mondjuk betartják a szabályokat, majd 3 km múlva újból hát elég nagy tempóval próbálnak haladni, és akkor jön a következő ellenőrzés. Tehát ez is egyébként egy rendőri gyakorlat, és nyilván nem arról szól, hogy nekünk magasabb legyen a bevételünk, vagy kiszúrjunk bárkivel. Ez egyébként a közlekedők érdekét szolgálja, hogy senki ne kerüljön olyan szituációba, hogy utána ennek egy visszafordítatlan eredménye legyen. Ez a villogás jó, amit említettél, kapitány úr. Én azt szoktam csinálni, hogyha látom, hogy valaki tényleg láthatóan óriási sebességgel jön velem szemben, én rávillogok, egyből lelassít. Igen, nagyon jó. És hát hoztunk ide egyébként az elmúlt évben olyan, és ennek lesz folytatása, úgymond drónos ellenőrzés is, ami azt jelenti, hogy hát nem látható, mert a fölöttünk van a drón, és akkor azt egy kollega irányítja, és akkor föntről mondjuk egy olyan keresztülésben van a csomópontban, ahol jellemzően a jogsértések kiemelt számban fordulnak elő, mondjuk nem adják meg az elsőbséget, ebből rendszeresen vannak balesetek, akkor a drónról egy képet rögzítünk, és a rendőri ellenőrzés nem pont a csomópontban van, nem a keresztülésben van, hanem onnan mondjuk 500 méterre, és akkor képi dokumentációval már lehet bizonyítani, illetve hát a jogsértőnek mutatni, hogy milyen jellegű hát szabálysértés követett el, és akkor egyértelmű lesz a helyzet. Tehát próbálunk egyébként mi is itt a számítás technika, meg az egyéb technikai lehetőségeket bevetve előre lépni, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azért van, hogy vegzáljuk az állampolgárokat, hanem azért van, hogy próbáljunk ilyen módon is érvényre jutatni a közösség akaratát. Ez most jövő idő, vagy már volt ilyen? Mert azt tudom, hogy egyszer volt már egy olyan ellenőrzés itt Nagykörösön, vagy lehet, hogy többször is, hogy a Spár parkolóban volt egy kis busz, abban voltak kamerák, mármint jobban mondva, csak a monitort látták, kamerák voltak elhelyezve, és akkor ott lehetett látni, hogyha valaki nem indexeltem át meg a stopptáblánál, és akkor ott a Farkas utca közelében volt maga az igazoltatás. Ez a drónos történet, ez már megtörtént, vagy ez még a legutóbb a kamerás volt? A legutóbb a kamerás volt, és itt egyébként újból, amiket már az előbb említettem, az együttműködés. A kamerás autó egyébként a készíti rendőrségtől jött Budapestről, és alapvetően azt az eszközt a foci meccseken meg ilyen biztosítási feladatnál használtak korábban, és gondoltunk egy olyat, hogy hát közlekedés biztonság területen is lehetne egyébként alkalmazni, és hát kitelepítették ezeket a kamerákat olyan helyszínekre, ahol rendszeresen probléma van, és akkor ebből a buszból figyelték egyébként több monitoron, hogy akkor mi történik, és akkor az is rögzítésre került. És akkor itt egyébként nagyon készségesek voltak a budapesti kollégák, mert előző este lejöttek, ők telepítették ezeket az eszközöket, és akkor hát azt mondhatom, hogy sajnos volt eredménye az ellenőrzésnek, hiszen azért több mindenki látó körbe került, hogy szabálytalankodik. Egyébként nagyon kedvesek is voltak, mert pont az én lakásom előtt építették ezt a kis buszt, és hát nyilván én érdeklődő vagyok, főleg egy rendőrautó el a házamat, és megkérdeztem tőlük, hogy mi készül, és megmutatták, elmagyarázták, tehát nagyon barátságosak voltak, aztán nyilván találkoztam ott ismerős arcokkal is a nagykörösi rendőrkapitányságról, és legalábbis én tapasztalatból azt tudom mondani, hogy a nagykörösi rendőrök mind ilyenek, hogy
hogy meg lehet őket állítani az utcán, segítenek, hogyha kérdésünk van, vagy ha bármilyen van. Nem tudom, egyébként erre külön rendszeren belül, vagy a kapitányságon belül kell hangsúlyt fektetni, hogy az adott rendőrtisztek hogyan álljanak az állampolgárhoz, vagy vannak ilyen tréningek, vagy csak itt szimplán mázlink van a nagykörösi rendőrökkel, és mindegyik nagyon kedves. Azt gondolom egyébként, hogy vagy nagyon örülök, hogy ezeket hallom vissza, tehát ezt jó tapasztalni, mert az a fajta törekvés, amit egyébként a rendőrségen belül és a rendőrvezetők próbálnak folyamatosan akár az újon a rendszerbe lépő kollégákkal kapcsolatosan elérni, hogy mi azt nézzük, egy szolgáltató dolgot végzünk, tehát közbiztonságot szolgáltatunk, és ez egy alapvető elvárás egyébként a kollégákkal kapcsolatosan, hogy mi idézőjelben nem az ellenségei vagyunk az embereknek, hanem mi szolgáljuk őket. És ehhez a tisztességes és segítőkész kommunikáció, ez alap. Tehát nekünk egyébként az lenne a célunk, hogy minél kevesebb esetben kelljen bárkit szankcionálni, büntetni, sokkal jobb lenne az, hogy csak az lenne a feladatunk, hogy mondjuk megelőzve a bajt, ezeket a dolgokat akár egy adott helyszínen, egy igazgatás során meg tudnánk beszélni. Tehát a kollégáknak is egyébként sokkal jobb a napi szolgáltatás, sokkal jobb élményekkel tudják leadni ezt a szolgáltatót, amikor pozitív élményekkel jönnek be a rendőrkapitányságra, és érzik azt, hogy a lakossággal, hát mi is emberek vagyunk, nagyon jó fajta nexus van, ahol egyébként sok pozitív dolog jelentkezik az életükben, mert azért hozzáteszem, hogy sok esetben azért olyan fajta kommunikációval is találkozunk egy közúti ellenőrzés során, akár ami azért nem méltó se ahhoz az emberhez, akit mondjuk ellenőrzés alá vonunk, se nem méltó a rendőrhoz, aki egyébként a munkáját végzi és próbálja itt az embereket segíteni. Nehéz lehet egyébként, mert az alapgondolkodásban úgy kéne ugye sokszor megváltoztatni az állampolgárokat. Most ez lehet, hogy nem jó hasonlat, de ugye a BKV ellenőröket se szeretik, hogy megbüntet. De hát mikor büntet meg egy BKV ellenőr? Ha nincs jegyem. Tehát jogosulatlanul használtam a járművet. Nyilván a rendőr is bírságot ad, de miért ad bírságot? Hogyha valami szabálysértést követtem el, tekintve itt az első lépés az enyém volt, nem a rendőrél. Csak hát ugye sokan nem szeretnek a tükörbe nézni és azt mondani, hogy hát én voltam a hibás, hanem a biztosan a rendőr. És hogyha ez a gondolkodásmód egy picit át lenne váltva, akkor talán könnyebb lenne, mert gondolom azért egy igazoltatásnál is az a miért állított meg a rendőr habitussal találkoztok, erre utaltál az előbb. Meg hát ha megbüntetnek, tök jó, hogyha legalább kedves a rendőr, akkor kedvesen büntetnek, és nem hagyom a mély rossz emléket. Igen. Egyébként, amikor ide kerültem, én is nagyon pozitívan vettem azt, és nem nagyon tapasztaltam, hogy nyilván kötelessége az embernek autóval megállni a gyalogátkelő hely előtt, hogyha ott átmegy valaki, és akkor azt tapasztaltam, és rendre tapasztalom is, hogy megköszönöm a gyalogos, hogy együttműködünk, és hogy int is egyet, hogy köszönni szépen. És én azt gondolom, hogy például reggel az ember jön munkába, és így indul a napja, az már egy tök jó érzéssel tölti el. És hát itt egyébként Nagykörösön a rendőrök szempontjából egy pozitív dolog, hogy jellemzően egyébként helyi lakosok. Igen. És ez jó dolog, tehát jó dolog az, hogy a gimnáziumból jöttek sokan, és hogy hát sokkal inkább maguknak érzik azt, hogy szolgálni kell az itt élő embereket. Ha már a büntetések, ugye szokott lenni, vagy gyakran elhangzik, hogy ez egy 5-től 50 ezer forintig bírságolható kategória, azt mi állapítja meg, hogy most ez 5000-es bírság lesz, vagy 50-es? Például, ha valaki nem kooperatív, nem működik közre az igazoltatás, vagy tehát igazoltatásnak hívják ezt, hogyha megállítanak, gondolom, a során, akkor az közre játszhat ebben a... Hát alapvetően nem. Az, hogy a büntetés tétel egy tolik határ, van egyébként olyan lehetőség, amikor egy tolik határról beszélünk, és vannak fix bírságok is, amikor kötelező kiszabni az adott összeget. Itt hát hasonlóképpen, és nyilván nem akarok párzumot vonni, de mint egy bíróságon, hogy a különböző körülményeket kell értékelni, hát itt körülményként és exakt körülményként, hogy volt-e már bírságolva hasonló jogsértés miatt, vagy egyébként a szabálysértési előélete milyen, de akár ez is, hogy ott az intézkedés során milyen együttműködő, milyen szinten együttműködő, mennyire
lehet azt érezni az intézkedés során, hogy ő ezt egyébként hát megbánta, és hát nyilván a magának az intézkedésnek az a célja, hogy többet próbáljon olyan közlekedési magatartást, vagy bármilyen együttélési magatartást tanúsítani, hogy ne kerüljön ilyen szituációba. És hogyha azt lehet érezni egyébként, hogy ő megérti azt, hogy ez nem szerencsés, mert egyébként a magatartásával esetleg más embereket veszélyeztet, akkor ezt a rendőr látja, és akkor nyilván azt mondja, hogy lehet, hogy egy 5000 forintos helyszínbírsággal ez eredményt fog elérni, vagy akár a anyagi körülmények alapján lehet, hogy valakinek az 5000 forint az egy olyan jellegű, most már egyébként nincs 5000 forint, tehát az alap összegennél egy picivel magasabb, de eredményt lehet elérni, még másnál lehet, hogy az 50000 forinttal sem. 20 éve van jogsim, és próbáltam visszaemlékezni, hogy körülbelül hányszor szondáztattak meg, és egyre biztosan emlékszek, sokszor nem, de egyszer biztosan, reggel 6 óra lehetett a Cifra kertnél a parkolóba, és hát pontosan te voltál kapitány úr, volt egy ilyen kis akció, és akkor hozzád keveredtem, megfújtam a szondát, hát szerencsére nem voltam itt, és így tudtam menni tovább a dolgomra, ez nekem egy nagy emlék volt és sztori, és ebből jön a kérdés, hogy neked mi volt eddig a legemlékezetesebb, fogalmazunk úgy, hogy rendőrsztorid Nagykőrösön az elmúlt egy évben? Igazából nagyon sok ilyen volt, hál' Istennek nagy ügyeink nem voltak, tehát ez azt jelenti, hogy azért a közbiztonsági helyzet alapvetően rendben van. Én inkább... Kijelenthető, hogy jó a közbiztonság Nagykőrösön, így az eddigi pályafutásod alapján többi településhez képest? Hát én azt gondolom, hogy egy élhető város ilyen szempontból. Nem tudom, hát ti hogy látjátok ezt a kérdést, mert hát most rendőrként mi ezt mondjuk, de egyébként a statisztika az érdekes ilyen szempontból, mert a régió... Van a valóság és van a statisztika. De a statisztika azért ezt teljesen leképzi, tehát a bűncselekményi számok is itt, főleg egyébként hát itt nyilván a statisztika rögzíti a kisebb súlyú, apró jellegű, tehát ilyen vagyonelleni bűncselekményeket is. A lakosság bűnügyi terheltség, ez egyébként egy ilyen elméleti szám, mert 100 000 lakosra vetítve határozzák ezt meg. Nyilván ebből le kell képezni itt a lakosság számát tekintve, hogy ez mennyi. Ilyen szempontból egyébként picivel magasabb ez a szám, mint mondjuk Pest megye egészét tekintve. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy azért az agglomerációban jóval nagyobb a népsűrűség. De azt gondolom, hogy alapvetően rendben vagyunk, és hát ami fontos, hogy a főkapitányságon 13 rendőrkapitányság van, és ebből egyébként az egyik legeredményesebb a felderítéseket, a bűncselekmények kapcsán felmerülő elkövetőket legnagyobb arányban egyébként Nagykőrösön találják meg a kollégák, és eredményesen egyébként az eljárások befejeződnek, ami jó dolog. Tehát azt tudom mondani, hogy kiemelt ügyünk nem volt, viszont hát korábban én dolgoztam, és ez nem azt jelenti, hogy itt nem történnek maradandó élményt okozó események, de korábban egyébként dolgoztam 12 évet a fővárosban, és ott azért volt olyan, és közlekedési területen dolgoztam egyébként, volt olyan, amikor hát a bejelentés az arról szólt, hogy Budaörsön egy BMW-s egy körforgalomból kihaladva a bevásárlóközpontnál neki ment a szalagkorlátnak, aztán meghalt, és a sofőr egyedül ült az autóba, és hogy hát történt egy közlekedési baleset, és ott helyszínen a rendőrök, és hát fölhívott az egyik kollégám, aki kint volt a helyszínen, és hát mondta, hogy érdekes a szituáció, mert egyébként előtte nem sokkal az autóból az utas az kiugrott. És hát mert nyilván fölkelti a gyanút, hogy hát azért egy mozgó autóból nem szokott az ember úgy nagyon gyakran kiugrani, hogy ennek mi lehet az oka, és kérdeztem a helyszínen lévő kollégát, hogy mégis mire gondolt, azt mondja, hogy gyanús, de nem tudja, hogy mi lehet az oka, és kérdeztem egyébként, hogy az elhalt sofőrt, hogy milyen alaposan vizsgálta meg egyébként a kiérkező mentőegység, hát nem volt annyira alaposan munka, és akkor megkértem az egyik rendőrorvos ismerősömet, hogy menjen már ki a helyszínre, és
akkor nézze meg egy kicsit alaposabban a holttest, és akkor egy fél óra múlva kiderült egyébként, hogy leszúrták ezt a férfit, és nem sok balesetben halt meg, tehát nem egy közúti baleset történt egyébként, hanem egy gyilkosság, és ez nyilván egy olyan fajta szakmai visszajelzés volt, hogy kell mindig, hogy alaposan körbejárjuk azt az ügyet, amivel foglalkozunk, mert sok esetben egyébként olyan történetek lehetnek az ügy mögött, ami első ránézésre nem tűnik gyanúsnak, de mégis később jelentősen befolyásolhatja az ügy felderítését. Nem csoda, hogy filmeket csinálnak ilyenekből, ez is olyan filmszerű történet. Az előző kérdésedre pillanatra visszacsatolva, hogy mi hogy érezzük, hogy mennyire élhető nagykőrös, vagy mennyire biztonságos. Hát nekem már gyerekkoromban, de ahogy felnőttem is, célom volt, hogy amikor gyermeket vállalok, akkor azt így szeretném. Nagykörösen is ez így is történt, pontosan ezért, mert tudom azt, hogy nekünk is egy biztonságos gyerekkorunk volt, szóval elmerem engedni az utcákon sétálni, meg egy barátaival lúgni, mert tudom azt, hogy jó helyen van, és ez szerintem nagy részt azért a nagykörösi rendőröknek és a rendőrkapitányságnak is köszönhető. Tovább csatolok vissza. Beszéltünk ugye az új útszakaszról, hogy nem sokára ugye elkészül az M44, és a 441-es is hamarosan befejeződik. Ez mekkora terhet fog rátok róni? Mert ugye azért más szabályok lesznek, ha itt egy autópálya fog elmenni a város mellett, ugye annak a felügyeletét is ezen a szakaszon kivégzitek majd. Hát a rendőrségi gyakorlatban egyébként a gyorsforgalmi úthálózatok az ellenőrzését azt az autópálya rendőrség végzi. Ezek az egységek egyébként a főkapitányságok égisz alatt működnek, tehát hosszabb távon valószínűleg egy külön egység fogja ezt a szakasz is ellenőrizni. Tehát a feladat megosztás egyébként az, hogy az ellenőrzéseket is, ha nehogy Isten baleset van, akkor annak a helyszínelését az autópálya rendőrség, mint akár az M5-ösön is van több autópályalosztály, ők végzik, és utána később az ügynek a teljes körű kivizsgálását a közigazgatási terület szempontjából illetékes rendőrkapitányság végzi. Tehát nekünk a munkánk alapvetően ebbe az irányba fog eltolódni. Viszont azt tudom mondani, és az előző munkahelyem tapasztalat alapján, hogy nagyon féltek egyébként attól, hogy majd az M4-es is, hogy mennyire új helyzetet fog teremteni, és azt tudom mondani, hogy ott is a baleseti helyzet jelentősen javult. Azáltal, hogy a frontális ütközések el lehet kerülni. Tehát azt lehet mondani, hogy a gyorsforgalmi úthálózat az ilyen szempontból a legbiztonságosabb. Nyilván leggyorsabb is, nagy a sebesség, viszont ebből adódóan, hogy nincsen szemben jövő forgalom, ezért akár a kilométerre vetített baleseti szám az ezeken a szakaszokon jóval jobb. Tehát én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy nagyon sok szempontból ez egy pozitív változás lesz a város életében, a baleseti helyzetet is szerintem egyértelműen pozitívan fogja majd befolyásolni. Én úgy gondolom, hogy összefoglalva elmondhatjuk, hogy akkor nagykörös közbiztonsága jó, azonban egyre inkább terjednek el olyan bűncselekmények, amik átlépnek ugye városhatárokat, gondolok itt az online bűncselekményekre. Erre egy remek példa volt, hogy karácsonykor kaptam egy SMS-t egy országos szolgáltatótól, hogy nincs befizetve a számlám. Hát néha van, hogy elfelejtem, így komolyabb jelentőséget nem is tettem neki, majd azért visszanéztem újra az SMS-t, és egy nagyobb összeg szerepelt benne. És hát úgy gondolkodtam, hogy felejthettem el, vagy valami kamatot raktak már rá, és utána, ahogy teltek múltak a napok, gondoltam, majd lemennek az ünnepek, és utána járok egy kicsit. És egyre több ismerősöm ugyanezt az SMS-t megkapta, és akkor jöttem rá, hogy gyakorlatilag egy ilyen online bűncselekményt elkövetésének áldozata lettem volna, hogyha befizetem ugye azt az összeget, amit az SMS-ben jeleztek nekem. Mennyire van jelen nagykörösön az online bűnözés, és mennyire jelent veszélyt a város lakosságára? Hát itt mondtam azt, meg meséltem arról, hogy a rendőrség próbál fejlődni, és folyamatosan minden évben hozunk új elgondolásokat. Hát azt kell mondanom, hogy a bűnözés is ugyanezen a pályán mozog, tehát ők is fejlődnek. És hát most egyébként már nem annyira divatos, hogyha pénzhez akarok jutni, akkor nem biztos, hogy betörök egy helyre, és akkor ott mondjuk vállam azt a kockázatot, hogy egy kamera fölvesz, vagy valakivel találkozok, és ott a helyszínen elfognak, vagy a riasztó megszólal, hanem ők is próbálnak egyébként egyszerűbb módon, és hát kellő konspiráció mellett pénzhez jutni, és elég nagy összegekhez. Tehát azt tudom mondani, hogy ezek a fajta bűncselekmények itt vannak, és
Nagykörsön is sajnos több olyan ügy van, amivel kell foglalkoznunk, és hát van, amikor több milliós kárérték van. Tehát itt egyébként a rendőrség is próbált stratégiát változtatni. És az, hogy most éppen Nagykörösön lesz-e ilyen vagy nem, nyilván az elkövetők nem nagykörösiek, hanem ők fölhívnak egy telefonszámot, és gyakorlatilag ott kapcsolatba lépnek a sértettel, és akkor hát általában a sztori az az, hogy valami banktól telefonál, és akkor hogy van egy az utalással, vagy a banki dolgaival egy kis probléma, és akkor ebbe akarnak segíteni, és akkor hát meg kell adni a banki ügyintézéshez szükséges adatokat, és hát nyilván nagyon jó a kommunikáció, mert van, amikor egyébként 3 órán keresztül próbálják rávenni a sértettet, hogy ebbe segítsen. Egyébként a bankok ilyet nem tesznek, tehát nem kérnek adatokat, és hát nagyon sokan egyébként kiadják az adataikat, de gyakorlatilag annyira felkészültek az elkövetők, hogy különböző ilyen programokkal a sértett számítógépét kívülről, külső eszközzel elkezdik használni, és akkor ott megadja a sértett az adatait, és akkor az elkövető már ezen a felületen gyakorlatilag belép, és akkor utalja a pénzét, a sértett pénzét, és sok esetben egyébként ez úgy működik, hogy egy ilyen köztes számlára megy az utalás, amiről egy-két órán belül tovább utalják a pénzt, és gyakorlatilag sokszor nyomon követhetetlen. Tehát itt, ami nagyon fontos, hogy az emberek nézzék az interneten, nagyon sok információ van ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jellegű elkövetések vannak, mert gyakorlatilag ez folyamatosan fejlődik, különböző sztorikkal jönnek elő az elkövetők, tehát hogy legyünk képbe azzal kapcsolatosan, hogyha van egy ilyen szituáció, akkor gyanakodjunk. Hát én azt gondolom, hogy sokkal jobb gyanakodni, vagy esetleg letenni a telefont, megszakítani a vonalat, és akkor, hogyha úgy érezzük, hogy lehet, hogy tényleg a banktól hívtak, akkor hívjuk vissza, de ne működjünk közre, mert alapvetően ennélkül nem sikerül ezt a bűncselekményt befejezni, és hát ahogy mondtam, Nagykörösön is volt sajnos több ilyen eset, és arra kell készülni, hogy egész addig fogják ezeket a fajta bűncselekményeket egyébként az elkövetők továbbvinni, amíg lesz olyan ember, aki bedől ennek a sztorinak. Tehát én úgy gondolom, hogy a legjobb megelőzés az ugyanaz, mint a kábítószeres kérdés, hogy akkor tudunk előre lépni, hogyha nincs felvevő piac, hogyha itt az online csalásban nincs, aki óvatlan és kiadja az adatait, akkor nem tudják megszerezni a pénzét. Egyébként a rendőrség, úgymond ilyen kiberbűnözésnek hívjuk mi ezt, külön csoportokat alakított minden főkapitányságon, egy szakemberekből verbúvál csapat állt össze, akik egyébként hát koordinálják ezt a munkát, mert alapvetően nyilván a fő cél az, hogy sikerüljön ezeket az elkövetőket kézre keríteni, de elsősorban az a feladatunk, hogy a kárt azt próbáljuk enyhíteni. Tehát itt nagyon fontos, hogy valaki ilyen szituációba kerül, azonnal keresse a rendőrséget, keresse a bankját, és akkor tudunk neki segíteni, mert az, ahogy mondtam is, néhány órán belül ezt a pénzt olyan számlákra utalják, amit nem biztos, hogy le tudunk követni. És itt az időtényező nagyon fontos. Akár egy telefon is elégséges, hogy betelefonál az ügyfél a rendőrségre, hogy történt egy ilyen, adjunk neki segítséget, és már mi elindítjuk az ügyintézést. A bankoknál is már kapcsolattartók vannak ennek érdekében, tehát mi tudjuk a telefonszámát, hogy felhívjuk, különböző dokumentációkat kell megküldeni, és akkor zárolják ezeket a számlákat, és próbálják. Nyilván a bankoknak is az a cél, hogy az ügyfeleknek minél kevesebb kára legyen, de a legfontosabb az elővigyázatosság, illetve az, hogy ne üljünk föl ezeknek a sztoriknak, mert egyébként a bankok is egyre komolyabban foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és elvileg küldenek az ügyfeleknek tájékoztatást is, hogy mire figyeljenek oda, de nagyon fontos ezeket a tanácsokat megfogadni. Fura egyébként, mert a bankok is SMS-ben küldték nekem ezt a tájékoztatást, és azon is elgondolkodtam, hogy ezt vajon a bank küldte. Hozzáteszem, hogy élő példa, engem hívott egy hölgy, és arról szeretett volna részletes információt, hogy mennyi pénz van a bankszámláimon. Hát, és akkor mondtam neki, hogy hölgyem, ön a banktól hívhat, látja. De mondta, hogy nem, mondja meg a bankszámlaszámomat, mondom, továbbra sem fogom megadni a bankot, egyrészt nem is tudom, másrészt meg telefonon nem diktálom le, mert ugye ezt tanultuk, hogy telefonon semmilyen személyes adatot nem adunk ki. Majd a hölgy rám tette a telefont, én naív azt gondoltam, hogy megszakadt a vonal, ezért visszahívtam. Hát finoman szóval elküldött melegebb éghajlata, és nekem is az volt az első dolgom, utána hívtam a rendőrséget, bediktáltam a telefonszámot, amiről hívtak. Azóta még visszajelzést nem kaptam, hogy mi történt, de ez nem is annyira régi történet.
De igen, ami nagyon fontos, és ezt tényleg nem is tudom, hogy ezt hogyan lehet prevencióval megoldani, mert hogyha kiírnánk minden óriás plakátra, hogy ne add ki a telefonszámon, vagy telefonon a személyes adataidat, akkor sem biztos, hogy átjönne. De nagyon fontos ezt, főleg az idősebbeknek mondom én személy szerint, hogy a személyes adatot soha ne adjunk ki, mert ez veszélyes. Ja, tehát már egyre több az olyan gyanús weboldal is, ami például felkínál egy termék vásárlását, de már, és akkor ugye ott is kérik a bank számot, az adatokat, és azt is hallottam, hogy effektív termék nincs is mögötte, csak ott is egy lenyúlásról van szó, ugye előre utalást kérnek. Nem tudom, ez mennyire jellemző. Hát ez is jellemző, de egyébként nagyon széles a paletta, mert vannak olyan esetek, amikor megrendelünk mondjuk az internetről valamit, ott van róla egy fotó, az tök jó, és akkor azt mondja az ember, hogy hú, hát ezt érdemes megvenni, mert mondjuk egy negyed áron tud hozzájutni, és akkor utána kap egy olyan silány terméket, ami mondjuk 5 forintot nem ér, és hát utána gyakorlatilag ennek a levét isszuk, hogy felültünk ennek a hirdetésnek. Tehát én azt gondolom, hogy kellő óvatossággal kell az online felületek kapcsán is eljárnunk, és hát itt azért ez egy nagyon széles téma a rendőrség oldalról is, hogy külön szakemberek foglalkoznak ezen kívül is az online térben elkövetett bűncselekményeket érintő, és itt egyébként a gyerekeket érintő hát bűncselekmények is egyre inkább hát idézőjelben divatosak sajnos. Tehát nagyon-nagyon nagy felelősség van a szülőknek is ebben a kérdésben, hogy tudatosan próbáljuk a gyerekeinket irányítani, hogy milyen módon kell ezt a közösségi felületet kezelni, és az ott jelentkező információkkal kapcsolatosan eljárni. Tehát akkor kapitány úr legjobb tanács az, hogyha bárki úgy érzi, hogy ilyen bűncselekmény áldozata lenne, azonnal menjen a rendőrségre, ha kell, telefonáljon, de nagyon sokat számít az idő is, hogy minél hamarabb, hogy esetleg még utolérhető legyen az elvesztett pénz. Így van, és hát amit mondtam, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amit csak lehet, olvassunk el ezzel kapcsolatosan. Mi is egyébként rendszeresen próbálunk kiadni új információkat arra, hogy mik az új elkövetési módszerek, és ezeket fogadjuk el, hogy lehet, hogy éppen majd holnap minket fognak felhívni, vagy minket próbálnak becsapni, és nem, tehát ez most a közlekedési példára akarok visszautalni, hogy nagyon jó az, egy nagyon jó dolog a közlekedés, nagyon jó, hogy be tudunk ülni egy autóba, és szabadon tudunk helyet változtatni, de az egyébként, hogyha belegondolunk, mi a garancia arra, hogy minket nem fog baleset érni. Nyilván nincs erre garancia, és nem ezzel kell együtt élnünk, viszont itt is akár a közlekedés biztonságnál is, hogy ha odafigyelünk a szabályokra, és elfogadjuk azokat a fajta prevenciós elveket, illetve felhívásokat, amiket akár a rendőrség, más hatóságok jeleznek, és kicsit elgondolkodunk rajta, akkor rájöhetünk, hogy alapvetően ez értünk van, és itt ezeknél a bűncselekményeknél is ez az alapvető, hogy minél többen olvassák ezeket az információkat, családon belül egyébként adják át a nagypapával, nagymamával, beszéljük át, hogy vannak már ilyenek, tehát nem biztos, hogy mindenki jó indulatulag fog telefonálni, és legyen egy egészséges hát gyanakvás adott esetben. A vasárnapi ebéd mellé témába bejön a hogy vagy, szia, köszönöm, jól vagyok, és az online bűncselekmények is. Hát fura egy világot élünk. Igen, és hát ha belegondolunk egyébként, és ahogy mondtam, sajnos Nagykörösön is van több sértett, és köztük van olyan, aki idős ember, és lehet azt mondani, hogy olyan összeget sikerült a bűnelkövetőknek tőle elvennie, ami lehet, hogy egy életnek a megtakarítása. Tehát ez azért egy nagyon nehéz helyzetet hozhat egy családon belül is. Tehát lehet, hogy megéri erről beszélni akár a vasárnap ebédmát is, hogy vannak ilyen dolgok, és szerintem ez most valóban egy aktuális téma. Szerintem adtunk beszélgető témát a nézőinknek és a hallgatóinknak, nem csak a vasárnapi ebédhez, hanem sok mindenhez, közlekedés, Nagykörös városa és természetesen az online bűncselekmények. Szerintem nagyon szépen megköszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy ezeket az információkat átadtad. És én személy szerint azt mondom, hogy mindig forduljunk bizalommal a rendőrökhöz, ne csak Nagykörösön, hanem országon belül bőven. Mert a nagykörösi rendőrök igenis kedvesek. Így
Kapitány úr, köszönjük szépen, jó egészséget és jó munkát kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm, és én azt szeretném, hogy ezek a fajta pozitív élmények, amit mondjuk a lakosság általánosságban lát, ez hosszú távon is legyen egyre jobb, és én azt szeretném mondani, hogy mi valóban szeretnénk itt a közösség hasznos tagja lenni, és nem azért, mert egyenruhát viselünk, hanem azért, mert felelősséggel a hivatásunknak tartjuk a rendőri szakmát. Jó munkát kívánok! Köszönjük szépen!